Sziasztok! Andi vagyok. Te a idő van, vagy Biblia kávé. Idő van. Meg Biblia idő, hoppá, az fontosabb. Na, akkor Piri, te igyál, és én beszélek a Bibliáról. Akkor negyedik fejezet, mi már beszéltünk, hogy ha nem olvastátok az egész levelet, akkor olvasátok el, és nézd meg az első három videót. És most kezdjük a második részét. A második fele ennek a könyvnek, igen. Az Efézusi levélnek, igen, a negyedik résztől kezdődik. Mert ott volt ez Amen, a harmadik fejezet. Amen. Vége, és akkor angolban egy therefore, és akkor vagyok kérlek, tehát, emiatt és emiatt, most úgy kell élned. Igen. És az első vers az nagyon tetszik nekem, hogy kérlek, tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, harmadik fejezetben is ilyen volt, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhívhatatok. És mondtam, hogy az lehet mondani, hogy legyél, aki vagy. Igen. Mert igen. Nem kell úgy viselkedni, hogy bemész az Isten családjában. De ha te vagy az Istennek az egyik gyermeke, akkor viselkedjél úgy. Úgy, igen. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ha eléggé úgy viselkedsz, akkor az leszel, hanem hogy már az vagy. És amit igen. Mondtál, Andy, hogy legyél, aki vagy. Hogy ezt beszéltük pont, hogyha a királyfia vagy, akkor ne úgy viselkedj, mintha szolga lennél. Hanem akkor élj méltóan ahhoz, hogy akkor te tényleg egy királyi gyermek vagy, akinek elhivatása van, hogy van egy küldetésed, van egy hivatásod, hogy te ennek az országnak a nagykövete vagy ebben a világban. Igen, és rögtön lehet látni, hogy az nem lesz könnyű, mert második vers az teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást. El egymást szeretettel. 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 Hát az nem a legkönnyebb dolog. És akkor lehet látni a levélben, hogy csak az Isten segítségével úgy lehet viselkedni. És tényleg Isten hatalmas és képes változtatni minket, de ez egy folyamat lesz, ugye? Igen. Igen, azt én annyira megtapasztalom egyébként gyakran, hogy magamból nem jönne ez a szeretet, vagy magamból nem jönne ezek a tulajdonságok, ez nem én vagyok sokkor, hogyha az ember pedig Istennel jár, akkor egyszer csak észreveszed, hogy amikor Istennel töltesz időt, utána mindez mennyivel könnyebb, hogy innen észreveszi az ember, ezek nem magunkból jönnek, hanem ezek Isten ajándékai. Abszolút. És ez nem csak rólunk szól, mint egy személy, hanem a következő néhány versben ott van az egység, az igen. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, és nem tudom, Pirit, szerinted, de a manapság az individualizmus, az nagyon erős, nem? Hogy, igen. De nem úgy van, hogy mi egy családban vagyunk, egy közös atyánk van, nem tudom, hány millió ember van a családban, de mi egy test vagyunk. Igen, és hogy egymásért is adattak az ajándékaink, így a később is mondja, ugye, hogy kaptunk ajándékokat, hogy némelyeket apostolul, ugye ez a 11-es vers, másokat profétául, evangélistákkal, pásztorokkal, tanítókkal, ezek ajándékai a léleknek, de hogy ezeket nem magáért adja az embernek, hanem ezeket azért, hogy a szenteket építsék, hogy ez is a közösség, hogy egy test vagyunk, hogy kereszténynek lenni, hogy ez az egész könyv arról szól, hogy szerintem, arról is, igen. Hogy mit jelent kereszténynek lenni, hogy mi ez a valóság, miben különbözünk, vagy ez mitől más, és hogy ezt is jelenti, hogy én nem csak magamért vagyok, az ajándékaim nem csak magamért vannak, hanem ezeket Isten arra adta, hogy a szentek épüljenek, és hogy a teljes egységre eljussunk Krisztusban. Igen, és azt hiszem, mint lelkész vagyok, az a 12. vers, az nagyon fontos, hogy azért van tanítók és pásztorok, hogy felkészítsi a szenteket a szolgálat végzésére. Amit te mondtad, a Krisztus testének építésére. De ez az nagyon fontos, hogy azért nekünk van a munkánk, hogy mi segítsünk a többieket, hogy tudunk, hogy hogyan kell élni ebben a világban, ha valaki orvos, vagy tanár, vagy bármi. Vagy lelkész. De minden munka fontos, csak igen. Igen. Az csodálatos, és nincs időnk, de rengeteg mondjuk konkrét dolog van, igen. Ami abszolút csinált. Igen. Válasz ki egyet, és imádkozz azért. Igen. És aztán egy másikat, és imádkozz azért, mert ezeket Isten megadja ajándékul, és segít ezekben. Igen. Tökéletes. Na, 5. fejezet, a következő videó. Így van. Na. Akkor így. Sziasztok!